indulni. Szia Jászmi, mit érez irántam, mit tervez, mikor jelentkezik, találkozunk? Köszönöm. Szenvedélyt érez irántad, még több szenvedélyt érez irántad, és maradj derülátó, családi problémák, és érdemes rá várni, mert ő lehet az igazi. Igen. Türelem, és fog jönni. Zoltáni, lesz-e párkapcsolatom? Úgy érzem, hogy szívfájdalmad volt, utána pedig kicsit úgy lebénultál, idézőjelben, de ez már jobb, mint a szívfájdalom, mert innen hamarosan felállsz, és nagyon fontos, hogy bizakodjál, és érdemes rá várni, hisz itt van a párkapcsolat. Bocsánat. Tehát hívd a lelkitársadat, kérd a Jóistent és az univerzumot, hogy hozz el azt a valakit, aki hozzád illik, és igen, itt is látom a vágyakozást, és a kártya pozitív, tehát jönni fog. Ó, már 3:30 van. Hát lassan kell menjek, mert a Szulejmán most itt az apja kivitte ide a folyosóra, még én itt vagyok, de el kell vigyem sajnos játszani, mert később a férjem dolgozni megy, úgyhogy utána tudok csak újra bejelentkezni. Max-szal lesz-e komoly kapcsolatom? Nézd téged az interneten? Fantáziál rólad? És ki fogja mutatni a szeretetét, vágyakozik utána, és igen, vannak problémák, de ezt meg akarja oldani, és itt is máma nagyon sok jön ki nektek, a négyes kelyhek, a szomorúság, viszont, mint mondtam, hogy lehet, hogy máma derű van, de holnap pedig napsütés van, ezt ne felejtsétek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy legyetek gyerekek pozitívak. Nem baj, ha ma nem, de minél hamarabb találjatok vissza a boldogság szigetére. Te kell tegyél érte, amikor jól vagy, higgyétek el, amikor megtaláljátok, hogy miért szép él, miért jó érdemes élni, akkor az élet is megtalál titeket. Úgyhogy gyerekek, ennyi lett volna, ennyi fért bele, de fogok jönni később. Újra be fogok jelentkezni, és újra tudtok kérdezni. Nem tudom, hogy azt hiszem, hogy be tudok hívni valakit. Szia, Habibi, egyiptomi vagyok. Imádom Egyiptomot, nagyon sokat voltam, de most már régóta nem, úgyhogy idén még Egyiptomba is el kell látogassak. Nem tudtok bejönni? Andrea Kovács, lesz-e még kapcsolatom? Kire gondolok, először magadat szeresd, és később el tud feléd indulni, vágyakozik utánad. Itt is vannak még igen problémák, de előbb-utóbb feléd fog jönni, mert ő a lelkitársad, és szenvedélyt érez irántad.